Sikeres évet zárt Fehér Gyarmat, hiszen számos olyan fejlesztés sikerült befejezni 2019-ben, amely a város lakosainak mindennapjait teszi könnyebbé. Ilyen például a helyi bölcsőde épületének rekonstrukciója, amely mintegy 140 millió forintot vett igénybe. A leromlott városrész felújítása céljából pedig 150 millió forintot nyert el az önkormányzat. Az elmúlt hónapokban több nagy beruházás vette kezdetét, így a városvezetés legfőbb feladata jelenleg az, hogy azok kivitelezését a jövő évben minél hamarabb befejezzék, és átadják a lakosságnak a mindennapos használatra. Sikerült a költségvetés egyensúlyát fenntartanunk, valamint a beruházások megvalósításához is közelebb kerültünk, hiszen ez egy hosszantartó folyamat. A város körülbelül egy 4 milliárd, 4,5 milliárd forint összegű beruházást nyert el az uniós ciklusból, illetve egyedi kormány döntés alapján egy plusz még egy kerékpárutat. Így elmondhatjuk, hogy a 2019-es év ez egy sikeres év volt, valamint ezeknek a beruházásoknak a megvalósítása egyrésztről befejeződött, másrésztről pedig a tervezése, közbeszerzése elkezdődött, és így várhatóan a beruházásaink nagy része az 2020 év végére befejeződik. Ilyen folyamatban lévő beruházás például a már említett várost átszelő kerékpárút építése, az ipari terület kialakítása, az új piaccsarnok, valamint a zöldváros projekt kivitelezése, melynek köszönhetően a város közterületeinek jelentős része is megújulhat. A polgármester a jövővel kapcsolatosan elmondta, a lakosság részéről leginkább a településen belüli úthálózat fejlesztésére van igény. Természetesen számtalan olyan dolog van, amire nem tudunk pályázni. Ilyenek például az önkormányzati utak felújítása, nagyon minimális a pályázati lehetőség erre, vagy a járdáknak a felújítása, de azt lehet mondani, hogy az állami úthálózatunk jelentős része megújult az elmúlt évben, tehát ebben is sikerült előrelépni, és várjuk a 2020-21-ben induló kisvárosok programot, amelynek keretében bízunk abban, hogy a kormányzati támogatással a járda és az úthálózatot nagy mértékben fel tudjuk újítani. Péter Csaba hozzátette, az önkormányzat pénzügyi stabilitása jó alapot biztosít arra, hogy az építőiparban tapasztalt áremelkedések ellenére tartani tudják a kivitelezési munkák eltervezett ütemét. A polgármester úgy értékelt, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások miatt maradéktalanul nem lehet elégedett, azonban, mint mondta, Fehér Gyarmaton 2019-ben komoly fejlődés zajlott.